szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a TA2 folytatása. Aztán... Hát jó kérdés, hogy mi a legjobb, de legyen mondjuk ez. Úgyis abban a legerősebb, akkor gyűjtsön oda, ahol erős. Hát ez eléggé lényegtelen körülbelül. Slavek. Nem feltétlen arra raktam volna. De mindegy is. Megpróbálunk ide elnézni, hogy mi van itt. Hát ha találunk valami érdekeset. Kihasználva, hogy még relatív sok időnk van az estéig. Relatív. Hát az az ellenfél, az nem szimpi. Ó, egy tábor. Azt mondjuk még hasznos lehet. Oké, hogy nem szuper erős. De mondjuk, ha csak 6-ot sebez, akkor nem olyan vészes. Főleg egy előtámadásra. Oké. 6-8, 6-8. Elvileg jók vagyunk. Fröccs. Jó, hát erre volt a páncél. Pajzs, stb. Simán oldjuk meg harc nélkül, mert akkor kevésbé is esélyes, hogy sérülünk. Oké, 6-7 a... Fordítva jobb lett volna, de hát mindegy is. Hat hétnél lesz lelőjük. 8 héttel lesz megelőzzük. 10-3-mal lesz megelőzzük. És akkor igazából mindegy is már a többi. Ez már innen vége. Ők már nem jönnek, többiek. De azért erősítjük a pateszt. Remek. Ó, szereztünk egy sumót, nem ide akartunk jönni, de mondjuk ha más nincs. Persze, hogy megnézzük.
segítsük ki. Persze, hogy segítünk rajta. Legyünk jó fejek. Harmónia, meg fény, meg ilyesmi. Már megint elszúrtuk a sorrendet. De úgy látom, ugyanúgy tökéletesre hozzuk a feladványt. Oké. Oké. Remek. Fényhozók, meg egy ilyen bogyóka. Hát ez húzós lesz, ez a gyógyítási kísérlet. Ez húzós lesz. Hát meglátjuk. Azért a 10 a távoltartással az durva. De ezt elvileg megeszi előre. Vagy nem. Aztán meglátjuk. Ezt nem fogjuk szeretni, úgy érzem. Jó, eddig vállalható. Na. Némi erő és max HP gyerkőcünknek. Goblin banditák. Le is gyűrhetném őket, de próbáljunk meg dumcsizni. Próbáljunk meg dumcsizni. Megelőzi, de a 15 az egy húzós érték lenne.
Mert ez eddig tiszta sor. Hát... őt ki tudjuk rakni még egyszer, az a leghasznosabb, úgy érzem. De félek, a 15 nem lesz meg. Ugye ez a dumcsi, ez egy kérdéses dumcsi lesz. Nagyobb veszély nélkül megúsztuk. Hogy miért vettünk betegek, azt nem tudom. Hát, miért ne? Főleg, ha egy IQ-t kapunk érte cserébe. Mondjuk a betegség az kellemetlen. De hát ez van. Patesz. A Brute Force az úgyis erőből megy. Ugye az egyik legfontosabb képessége. Ez akár jó is lehet. Épület helyett. Ez egy jó, jó, jó. Jó hely. Na jó. Hiszem az éjszakát akkor itt fogjuk tölteni, amíg ezt kilapátoljuk. Na, és akkor az egy még egy épület. Azt hiszem. Nem tudom melyik. Random fa, sose fog ártani. Jó. A két legjobb gyűjtögető az nyilván ide. Többi meg egy kis fát gyűjt, vagy valamit. Öt kör. Hát pörgessük ezen. Nincs mit tenni. Annak nem örülök, hogy itt egy erős banda jön. Oké. Nem tudom, mi ez a fényes bogyó. De mindjárt meglátjuk. What? 21-es erő. És gyorsul, ahogy a többi lap jön ki. Ouch. Ja, hogy ez le fog mészárolni minket. Jó. Oké, hát akkor gyakorlatilag halottak vagyunk. De soha nem fogjuk leverni azt. Az meg két embert megöl egy menetbe. Hát... most ha itt tényleg két embereket el fogok bukni... akkor azért ez nevetséges tartomány. De hát ezt egy menetben meghal ez, tehát ezt nem tudom kirakni.
Oké. Hát eddig 80 sebzést oszt ki az ellenfél. Jó, nem instant hal meg. Nem, ez így nevetséges. Hát ez nevetséges, ez alap. Erre ezt tudom mondani. Jó, hát ez körülbelül kimészárolja a teljes bandánkat. Úgy nem lesznek túlélőink. Ezzel körülbelül elvesztettük a játékot. Ha ez valós sebzés lesz. Jó, hát nem. Ha ez komoly, akkor ezt vesztettünk, de akkor nem is fogok folytatni. Tehát ezt nem tartom értelmes játéknak, ha ezt komolyan gondolja. Hogy egyszer csak kijött egy olyan ellenfél, aki megöl. Egyedül. Úgyhogy pislogni se tudsz rá. Nincs miről beszélni. Tehát ahhoz egy picit lassú a játék, hogy ja, kidobtunk egy ellenfelet, ami kimészárolta a felderítő csapatodat. Igen. No. Ja, és folyamatosan sérülnek. Jó, nem, tehát... Akkor azt hiszem ennyi volt a játék. Tehát az, hogy random fölrobbant a csapatod. Egy nem túl erős ellenfélbe. Egy távozott, kettő távozott. Nem érdekel. Ez újra és újra és újra nevetséges. Tényleg alacsony? Ja, ugye ez megjelent a bázisnál is. Ó, hát akkor nincs is gond. Akkor tényleg nincs miről beszélni. No, egyik helyen három halt meg. De akkor legalább látjuk, hogy milyen a vége a játéknak. Ennyivel vagyunk előrébb. Azt látom, hogy
nem tud mit kezdeni azzal az egyszerű ténnyel, hogy halott mindenki. Igen, tudjuk, hogy meghalt. Na, csak négyen haltak meg ma. Nem tudom, kivel harcolnak még. No, itt van még egy darab radiúv. Itt meg van egy darab főkarakter. Nem fizetünk. Nem, mintha lenne. No, hát kaptunk egy raklap pöttyöcskét. Az is valami, kaptunk egy ilyen isteni bogyót. Hát, mit ne mondjak. Igen, komoly kétségeim vannak afelől, hogy megfutunk még egy kört, mert ez mi volt? Egyszer csak felrobbantunk, puff, kész, vége. Hát mára ennyi, de könnyen lehet, hogy véglegesen.